Sziasztok srácok, Clash of Jamat, köszöntök mindenkit egy újabb Clash-os videóba, így is már leszpoilereztem egy kicsit. Na de, ugye gondolom ti is láthatjátok, kijött az új update Clash Royale-ban, és erről fogok videót csinálni, illetve most csinálom ezt a videót. És őszintén szólva egy előjáróban azt hittem, hogy sokkal nagyobb update lesz, és tényleg ez egy nagyon picik update. Ugye fontos, hogy hétfő jött ki a balanszolások, szóval azok már live vannak élőben. És igazából nagyon-nagyon sok apró dolgot változtattak, amit így megsemmitette, csak ugye játékosok észrevettek. Például ilyen az is, hogyha rámész a fiókodra, itt a profil, akkor itt megjelenik a King Tower-od. Miért ne? Miért ne? Szóval ilyen érdekes dolgok vannak. Ezt a csesztet meg kinyitjuk. Szóval szépen előről kezdve mindent el fogok nektek mondani, hogy mit tartom az update. Úgyhogy szerintem kezdjünk is be, és nézzük is meg, hogy mik vannak benne. Jó. Szóval, 2v2. A 2v2 nyára jön, új 2v2 módokkal. Ugye ezt láthatjátok, hogy már itt is van egy 2v2, erről egy picit később, de már van 2v2 friendly battle. És ez 3 napon belül letelik. És lesz 2v2 draft, és lesznek különböző új 2v2 challenge-ek, és 2v2-vel lehet chest-eket gyűjteni. Ezt ki fogjuk próbálni, fogok játszani 2v2-t, viszont megmondom nektek, ugyanis fejben nem tudom gyorsan, és ez most valamiért itt nincsen leírva. Ja, itt van, bocsánat, jó, itt van, vak vagyok. Szóval új challenge-ek lesznek, lesz egy sudden death challenge, lesz egy ramp up challenge, és lesz egy triple elixir challenge. A triple elixir elég egyértelmű, végig háromszoros elixir lesz, és nagyon durva, tehát ugye a játék elejétől fogva háromszoros elixir. A ramp up, az pedig annyi lesz, hogy az első egy percben sima elixir, egy perc után double elixir, utána meg triple elixir lesz, szóval így folyamatosan így lépkezünk felfelé. A sudden death pedig egy olyan játékmód lesz, amikor az a játék alapból sudden deathből fog kezdődni, és egy tornyot kell lerombolni ahhoz, hogy nyerjen. Tehát, hogy ilyen, tehát lerombolsz egy tornyot, és végig a játéknak. Érdekes koncepció igazából, és igazából akkor térjünk is át, a végén fog 2v2 az inkább, úgy gondolom, szóval végül térjünk is át az új kártyákra, ugye még be se mutatták igazából a legújabb kártyát a játékban, a betteket, de már is kidobtak 4 új kártyát, látjátok már, hogy 5 kártya van itt. Úgyhogy most be fogom nektek ide szépen vágni a képeket a kártyákról, azért nem mondom, lesz egy Mega Knight, Cannon Card, Flying Machine és Skeleton Barrel. Fontos, mindegyik kártya egy speciális challenge-el fog érkezni, szóval mindegyik kártyát meg lehet úgy szerezni, még a Legendary-t is, hogy, hogy a challenge-en belül, hogy mindenkinek lesz egy gyeres kipróbálása. Na, nézzük is, megkezdjük akkor a Mega Knight-tal, a Legendary kártyával, amiről elvileg kiszivárogtak dolgot. Tehát itt láthatjátok maga a kártyát, 7 elixíres legendary kártyáról van szó, ami elvileg ugrik, és damage-el az ugrásával, azzal igazából, hogy lecsap. Szóval ez egy új mechanika igazából a játékban, hogy nagyon érdekes lesz, 7 elixírbe kerül, annyi lehet, mint egy Giant-nek, területis edzése van. Ugye csak földi dolgokat tud lőni, de nagyon ugrik, hát nem gyors, lassú, de viszont sok kellett van, sokat sebezés, területis edzés. Érdekes lesz. Nagyon érdekes lesz, én azt mondom. Igazából... Ja, hogy kicsivel... Több élete van, mint a Lavannak. Ja, hogy... Aha, kicsit hasonlít a gyorsasága és a támadási gyorsasága a Pekkához. Amikor lerakjuk, akkor 480 damage az ugrásával. Aha, a loggal együtt elektrik zárdot, muskétes üzárdot, barbárokat, witchet meg tud olni, tehát egy log és egy ilyen az nagyon sok minden meg tud olni. Hasonló a Dark Pinkshez, ugye csak földi dolgokat tud lőni. Aha, ez a ugrás hasonló a Bandithez. Kétszer annyi damage-el. Ez hova van írva? Aha, érdekes. 7 elixir, azért ez komoly lesz. Na, térjünk át a Cannon kártra, ugye Clash of Clans-ból lett teljesen átvívva, ez a Builder Base-ben van benne. Én még nem tudom, hogy néz ki, mert nem jutottam még el ezeket a katonáig. Egy Cannon kerekeken.
Nem láttad, nem láttam még ilyen, ugye van egy pajzsa, ha megölöd, akkor egy canon lesz belőle. Tehát, hogyha ezt a cuccot megölöd, a pajzsat leszeded, akkor leesnek a kerekei, és egy canon lesz. What? 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 Na jó, ez nagyon komoly. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon komoly, ez nagyon érdekesnek tűnik. Na, ez egy támadó egység, ami védekező egységé változik. Most nem tudom, de én most nem tudok mit mondani igazából. Ez nem egy épület. Aha, Firebolt az túléli, csak ugye a földi dolgokat. Olyan range van, mint az Icezernak. Egyset vansatolja a Goblint, Archert és a Princess-t. Ja, nem, pont az nem tudja vansatolni. Nem tudok olvasni. Jó, már zsomat. Következő, a Flying Machine. Ez egy nagyon érdekes kártyának tűnik ez is. Gyors, vicces, egy repülő légitárgy. Erről azt kell tudni, hogy föld és légi dolgokat tud, ez így valahogy így lő, meg megy, és amikor, igen, ez érdefenzezte vagy, kérdezhetik, meghal a Fireball-tól, és ez elég oké, hogyha le akarod szedni. Aha, counter push-ra nagyon alkalmas, 6 range-e van, aha, Giant, ezt le tudjuk szedni vele a Giant-tel, párosít egy Inferno-tel, le tudjuk szedni, könnyen. Aha, Baby Dragon, ez nagyon hasonló, nem öli meg a goblinokat, de a Spirit goblinokat, igen. Hát ez egy érdekes, ez egy repülő Dart Goblin. Flying Machine? Érdekes. És akkor... Skeleton Barrel. Ez nagyon érdekes. Ez olyan, mint az Air Mine Clash of Clans-ban, amúgy csak Skeleton. Skeleton Mine. Van ilyen, hogy hívják? Skeleton Mine-nak hívják? Skeleton Trap. Skeleton Trap-nek hívják ugye Clash of Clans-ban. Nagyon hasonló. 8 Skeleton. Sok. Az egész sok. Olyan, mint a Battle-em, csak Skeletonokat spawnom. Sokat, sokat. Szóval ez egy nagyon érdekes kártya. Csak a buildingeket target, és ugye amikor ez odá megy, akkor puk. Skeletonok. Mhm. A poison túléli a poison-t. Aha, olyan lassú, mint a balon. Hát ez nagyon érdekes. Aha. Wow! Új effektje van, ha kinyitsz egy legendarit. Mennyire komoly. Ez nagyon kemény. Ki akarok nincs egy legendarit? Nincs legendari chest? Igen, hogy ez is megváltozott. Itt egy chestet fog a goblin. Na mindegy, ennyit igazából a 4 kártyáról. Nagyon érdekes. Nagyon érdekes, és olyan 4 kártya, amihez hasonlót még nem láthattunk. Szeretettel várom őket igazából. Na, és igazából pár ilyen kis finomság így mellé. Level 8-asként unlockolsz újabb battle deckeket, tehát itt látjátok, 5 battle deckünk lehet most már, tehát most már mindennek van helye. Igazából ez igazából hasznos dolog. Emlékszem, a játékra én egy volt. Egyetlen egy. Semmire nem volt elég. 5 azt mondom, hogy már elég. Néha amúgy a 3 nem volt elég. Nyilván most 5 van, most szerintem 5 sem lesz elég. Mostantól tudunk invite-olni embereket a Clash Royale friend listünkbe. Invite friend. És egy linket tudunk kopizni igazából. Ez tök jó. Aztán a Clan-ba is tudunk invite-olni embereket. Szerintem hasonló módon. Igen, invite to clan. De furi lett. De furi lett. Hasonlóképpen kimásoltuk ezt a dolgot. Aztán clan chat, valami filter van a clan chathez. Mit filterez? Profinati filter. Aha, de ez mi? De mi? Jó, lehet, hogy ez csak angolul működik. Úgyhogy ez nem annyira. Aha. Reportolni tudjuk a offenzív dolgokat, itt például Lacikának mondta, hogy ne káromkodj cseten, pont kijön, reportoljuk. Ezzel most nem tudom, hogy jót tettem, mert bocsi, Laci. Igen.
Tehát, hogy most már, ugye a TV Royale-ba, hogyha látunk egy decket, ami tetszik, mondjuk felmegyek TV Royale-ba, a Legendary Arena-ba, és mondjuk megtetszik, melyik deck, ez Xbox megtetszik, és ugye sokszor van az, hogy reméljük közelben profi jár, és már megváltoztatta a deckét, itt most pont ugyanaz van, de hogyha megváltoztatta volna, akkor is ki tudjuk kopizni csak ezt a decket, amit itt a TV Royale-ba látunk, ez egy tök hasznos dolog. De ez csak egy ilyen kis pici dolog, mert le tudtuk fotózni, ki tudtuk másolni igazából. Mostantól a klánokat egyes szinten lehet, tehát egyes szinten már be lehet lépni a klánokba. De furi, ahhoz, hogy kártyákat kérjük, az mindig level 3 kell. Nem tudom, mi szükség volt erre, de most ilyenünk van. És a shoppal is változtattak egy picit, ugye a goblin kinézetén is, vagy csak... Nem figyeltem jól a goblint eléggé, de most ilyen nagyon menő effektje lett. Szóval, itt a reményünk el az infogomra, erre ez is kiírja, hogy most az összes elérhető kártya 3 óra ponttal cserélődik a shopba. Ami, hát nem tudom. Hát nem tudom, hogy eddig hogy volt, de most már 3 óra ponttal mindegyik kártyát be fogja legalább egyszer adni. Ami tök jó. És a legendary, és most már ide van írva, hogy a legendary kártyákat a shopban Arena 10-től lehet megkapni. Jó dolog. Szóval például most olyan dolgot helyeztek, hogy a Giant Chest be kevesebb gold van, ugye láthatjátok itt most már biztos, hogy 860 gold van benne, ugye a Silver Chestben pedig abban még mindig továbbra így ilyen szórás van, de hogy itt láthatjátok, ezek itt lefixálták ezeket a dolgokat a 3 legnagyobb chestnél, nem tudom mi értelme volt, nem mindig lefixálták. Szóval a Giant Chestben kevesebb gold van és kevesebb common, viszont sokkal több rare. Most 57 van benne, ez nem tudom, hogy mennyi volt eddig. Aztán kevesebb. A Magical Chest és a Super Magic Chest több goldot tartalmaz. Jó. Akkor ebből lehet kevesebb. Igen, és ugye balanszoltak egy csomó kártyát, erről most nem akarok beszélni. Hát ezt a deckemet teljesen counterölték. Úgyhogy én azt mondtam, hogy kipróbálom a 2v2-t. Igen, és ez a 2v2-t látjuk, hogy 6 nap 10 óra múlva véget ér, és ez egy teszt időszak, ugyanis ha ez jól beválik és minden jól működik, akkor a szervereket egész júliusban lehet 2v2-zni majd, ami tök jó, mert egy csomó videót meg live-ot tudok csinálni majd ezzel kapcsolatban, de ez még a jövő musikája. Úgyhogy nézzük meg a 2v2-t, és ezen is fejlesztettek egy kicsit, ugyanis most nem nagyon játszottam ma. Szóval itt reméljük, hogy 2v2-t, és két opciónk van. Igen, itt meg tudunk nézni a dolgot, ugye le tudunk a klánba. Van quick match, amikor így elmegyünk, és egy random játékossal játszunk. 2v2-t, aki a világon bárhol lehet, és vele játszunk. Play with a friend, itt tudunk invite-olni embert, bárhonnan, és meg tudjuk osztani a klánban. Én most megosztottam a klánba, és itt látjátok, hogy én benn vagyok, és 7 ember van online, valaki becsatlakozott a klánból hozzám, és valakikkel összecsatlakoztunk, úgyhogy most fogunk játszani, és ami nagyon fontos, Jolly Joker, hogy itt látjátok, hogy itt ez leather. Nem számít a kupa, viszont láthatjátok, hogy 11-es szintűek a King Tower-ünk. És hát igen, és a katonák sem tournament standardesek. Ez nagyon furcsa lehet elsőre, és tényleg nagyon furcsa, de szerintem tök fun, ezt pedig túl korán küldtem, szerintem. Jaj, no. Az a Lumberjack, haj meg kérlek. Jó. Hát ez érdekesen kezdődik. Nagyon, én nem játszottam még, aztán egy meccset játszottam összesen ebből még. Nagyon furcsa. Nagyon furcsa tényleg, hogy... Úristen, ups. OBS-t akartam beállítani, és... hát leraktam egy logot véletlenül. Nagyon furcsa a Goblin Gang 5 Goblinnal amúgy. Így hova fut az a Goblin? Így olyan ja. Így amúgy tök gyenge lett szerintem a Goblin Gang. Gyerünk, Evansát, Túsát. Ez nice. Na gyerünk, come on my friend, oh shit. Az jó, 13-as minionok.
Mit csinálnak? Mit csinálnak? Gyere logozd! Gyerünk, annyira tudtam. Tudtam, hogy ezt fogod csinálni, nem baj, Knight. Ő is. Dupla, az Infernot nem rakom le. Oh god. Mi van itt? Gyerünk, Princess. És ugye itt azért jó, mert a Rocket sokat damage-el. Boom. Konkrétan mennyit damage-el a Rocket? 541-et. Jézusom. Oh no. Oh no. Hát mondjuk ezt így is meg fogjuk nyerni simába. Nézzétek meg. Két loggal. Jaj, mi történik? Hú, mi volt az ott a jobb oldalt? De ez nagyon közel volt. Ó, milyen menő a logó. És kapunk egy chestet a 2v2-ért, mennyire fun. Ez te jó. Itt láthatjátok. Nem, én ezzel megyek még egyet, esküszöm. Viszont most más deckkel, mondjuk. 3 muskétes Night Witch. Clam. Gyertek srácok, én játszani akarok csak. Ezt nem jó volt, fogadj megint Jolly. Persze. Viszont én most decket váltottam, ugye itt van az ő deckét játszok. Játszok, nem tudok beszélni. Na ők is így kezdenek, én is így kezdem. Amennyiben... Wow. Mi, mit csinálsz? Szivat! Most a játék nektek nagyon-nagyon laggol, nekem is laggol, srácok, úgyhogy nyugi van. Gyerünk! Áj! Érdekesen alakulnak a dolgok. Aha. A hang az konkrétan teljesen csúszik. Nem tudom, mi történik úgy őszintén. Gyerünk, a kollektorra kellett volna, tudom. Gyerünk, beteg! Leveszem a hangot, mert semmi értelme nincsenek. Come on! Boom, motherfucker! Jó! Mondjuk azért az túlzás, hogy jó, de kinyíltuk. Oh, de rossz, hogy késik a hang. De rossz, hogy ez a wifi lag miatt. Nagyon idegesítő. Aha, mondta, hogy védekezel. Aha. Jó! Mondta, hogy nincs hírszpelje. Nem izgat az annyira. Gyerünk! Adom! Padlőlem! Go! Yes! Jó, átlát az Arrow volt. Nice, Night Witch. Te béna, hogy 3-at cseszik már csak le. 12. És level 12-esek, ez mitől függ amúgy, vagy ez hogy van? Ajaj. Ajaj, mi történik ott? Gyerünk, 3 muskét, gyerünk! Ez az, Jó, tetszik ez a kettő. Na, ebből lesz majd videó. Mert ez tényleg teljesen más mechanika alapján működik. Tetszik, köszi Jolly amúgy a két meccset. Na, várj ebben. Szerintem nem is tudja, hogy benne van. A vidimben.
Nézzük a reaction-t! Nézzük a reaction-t! Nézzük a reaction-t! Na, írj valamit. 44-44, pupupupu. Nem rossz ez a deck amúgy, hát nem 2v2-re lett kitalálva, hanem mindegy. Igazából srácok, ennyi lett volna ez a videó, ennyi az update, igazából csak gondoltam, hogy egy kicsit játszogatok a végén. Mert hát miért is nem. Úgyhogy köszönöm srácok, hogy velem tartottatok ma is, remélem, hogy tetszett nektek az update bemutató videó. Azért nem tegnap volt ez a videó, ugyanis tegnap gondoltam, hogy befejezem ezt a WXC Draft Challenge-es cuccot, hát mert most milyen lenne, hogy feltettek egy részt, update, aztán még egy részt. Úgyhogy egy rész, két rész update, meg azért tényleg ez nem olyan nagy dolog, igazából ez a videó csak annyira volt jó, hogy hát, hogy tudjátok az én véleményem az róla, úgyis ez tényleg egy nagyon-nagyon pici dologra sikerült. Jó van, no reaction, oké, köszi. Közelebb így dicsekszem velem, mindegy. Úgyhogy köszönöm srácok, hogy velem tartottatok ma is. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot és kommenteljetek. Ha meg még nem vagytok, iratkozzatok fel a csatornámra. És holnap találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Na, ó, még nem sziasztok! Megköszönte Jolly! Yeah, krumplis tészta meg! Na, most már tényleg sziasztok, srácok! Hello!